Nagypéntek ünnepén szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hallgassuk Isten igéjét, amint olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 24. verséből. Jézus vére hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. A zsidókhoz írt levél kiragadott igéje két történetet köt össze. Ábel és Jézus Krisztus történetét. Ábel a másik emberre támadó gyilkos indulat első áldozata a történelemben, akit nem más, mint saját testvére Káin gyilkolt meg, és akinek vére Istenhez kiált. Jézus a történelem legszégyenletesebb gyilkosságának áldozata lesz, amikor személyében nem mást, mint Isten fiát öli meg az ember. Mindketten ártatlanul haltak meg, mindkettőjük vére szól, beszél, tanúskodik, és Isten nem közömbös e tanúságtétel iránt. Ábel vére igazságért kiált, és Isten az ő vérét számon kéri a bűnösön. Az ártatlan vér kiáltása elítéli a bűnöst Isten ítélőszéke előtt, akinek Isten szolgáltat igazságot. Ábel véréhez hasonlóan azóta is minden ártatlanul ontott vér Isten ítélőszékéhez kiált igazságért. Az új szövetségi hit szerint Jézus vére hatalmasabban beszél az Ábel vérénél. Hatalmasabban, mert nem a bűnössel szemben tanúskodik, hanem csodálatos képpen a bűnösért. Az Ószövetség népének kultuszában központi helyet elfoglaló áldozat is erre a titokra mutatott. Az oltárnak az áldozat vérével történő meghintése ugyanis egy kiáltás. Kiáltás Istenhez, az ártatlan vér indítsa kegyelemre őt, a bűnbánó bűnös iránt. Jézus Krisztus vére hatalmasabban beszél minden ártatlan vérnél. Nagypéntek eseménynek drámája tulajdonképpen két színen történik. Az egyik csak a földi szín, amely Jeruzsálemben, illetve a Golgota hegyén játszódik. A földi színen az ember halálra ítéli és keresztre feszítve megöli Isten fiát. Ugyanekkor azonban az égi színen is végbe megy egy dráma. Abban a drámában a nagy főpap Jézus Isten ítélőszéke elé járul, és a maga vérével engesztelve Istent, kegyelemért könyörög a bűnös embernek. Mintha abból az égben játszódó színből hallatszana át egy mondat ebbe a földi színbe, amikor Jézus könyörgése elhangzik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Milyen messzire hangzik a nagypénteki tömeg kiáltozása. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Sorsdöntő mondat ez. Akkor és ott eldöntötte Jézus sorsát, mert ezután szolgáltatja ki Pilátus Jézust a katonáknak, hogy feszítsék meg. De akkor és ott eldől egyúttal az egész emberiség sorsa is. Bizony, mindenki felelős azért a vérért. Félre értették ezt a mondatot mindig, amikor abban a zsidóság elleni támadás indoklását látták. Ugyanakkor jól értették ezt a mondatot mindazok, akik abban a Jézus haláláért viselt felelősségüket ismerték fel. Bizony, hiába próbálnánk mosni kezeinket Pilátushoz hasonlóan, aki akkor és ott teátrálisan kijelentette, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok, bizony, nem vagyunk ártatlanok, és a mi dolgunk, a mi felelősségünk is az, ami nagypénteken Jézussal történt, és az ő vére azóta is beszél. Rólam is beszél, és engem is megszólít. Hiszed-e ezt? Ha nem hiszem, hogy ő Isten fiaként miattam, helyettem és értem halt meg a keresztem, akkor az ő vére bűnös voltamat kiáltja az ég felé, hatalmasabban beszélve Ábel és minden ártatlan vérénél. Ha hiszem, hogy Isten fiaként halt meg a keresztem, akkor vére az Ábel vérénél hatalmasabban beszél Isten előtt az engesztelésről, a bűnbocsánatról, a váltságról, mert akkor Jézus vére a felelősségen túl az üdvösség dolgába is bevon engem, és a Jézusba vetett hit által az ő vére érdeméért igazságot nyerek Isten előtt. A 2000 évvel ezelőtti nagypénteken egy ártatlan ember vére kiáltott Istenhez igazságért. A ma Ukrajnában zajló háború és a körülötte fellobbanó indulatok hevessége számunkra is jól mutatja,
az emberiségből nem veszett ki a testvérre támadó gyilkos kaini indulat. Sok Ábel kiontott vére kiált Istenhez igazságért, tengernyi ártatlan vérért hordozott felelősség terheli az emberiség lelkét. Csak egy vér van, amely a megváltást hirdeti, Jézus Krisztus vére, a bűnösökért ontott vér. Nagypéntek ünnepén álljunk meg, és csendesedjünk el legalább néhány percre. Felidézve a váltsághalál eseményeit, teljék meg szívünk hittel, alázattal, és könyörögjünk a gyönyörű ének soraival. Ó, mosson meg az értem bőven hult drága vér, új lélekért könyörgök, újult akaratért. Amen.